A Magyar Vörös Kereszt Kiskörösvárosi Szervezete évente 4 alkalommal szervez Kiskörösön véradást, így most március 19-én és 20-án várták a véradókat a Kevik gimnáziumában és a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Hála és köszönet Kiskörösváros donorainak, ugyanis reggel 9-től délig a gimnáziumban voltunk, ahol 16 véradó, új véradó jelent meg, köztük egy-két pedagógus is. Délután pedig ugye 1 órától volt 5 óráig hirdetve a véradás, 94-en voltak, ami azt jelenti, hogy 100-an voltak egy nap vért adni, és másnap, illetve hát szerdán pedig délelőtt 8-tól 1 óráig 83-an jelentek meg. Úgyhogy ez egy rekordszámú véradás. Egy donor 3 ember életét mentheti meg, ezért is fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre, így még több embernek segíthetünk, ha megőrizzük egészségünket. Van egy önkizáró nyilatkozat, amit ugye a véradónak ki kell tölteni az orvosi vizsgálat előtt, és abban, ha bármilyen kérdésre igennel válaszol, tehát az, hogy ő szedi a gyógyszert, hogy volt külföldön, vagy volt testékszerbeépítés, vagy bármilyen orvosi beavatkozás, akkor erre a kikérdező, vagy a vizsgáló orvos, vagy a vizsgáló rákérdez, és amennyiben olyan gyógyszert szed, ami a tiltólistán van, amit ugye a donorok megtalálnak az asztalon, hogy mik azok a gyógyszerek, amiket mindenképpen be kell, hogy x-eljenek, hogy ők azt szedik, akkor ezt külön elbírálás alá esik a vizsgáló által. Áprilisban és májusban is több kisebb véradó akciót szerveznek, mint például a munkahelyi véradás, melynek a Protokon Kft. Ad otthont, és szívesen várják a külsős donorokat is. A térségi véradásokról részletesebb információt a www.véradás.hu oldalon találhatnak.